Valószínűleg soha nem fogjuk megérteni, hogy a végtelen világegyetem egy parányi bolygóján hogyan alakult ki az élet, és hogy egyáltalán mit jelent az élet, ez a hullámzóan állandó, halandóságában is magasztos jelenség. Az élet csodájára mégis napról napra rácsodálkozunk. És ha a természetet járva képesek vagyunk rá, hogy önfeledten átadjuk magunkat ennek a csodálatnak, akkor még az is megtörténhet, hogy bolygónk egy eldugott szegletében, egy Börzsöny nevű hegységben, mi, civilizált lények úgy érezzük, hazataláltunk. Ha az emberiség egy varázsütésre eltűnne a földről, a természet megmaradna, de a táj az emberrel együtt válna semmivé. Mert a táj több, mint fák, madarak, hegyek és patakok együttese. Érzelmi tér. A táj olyan környezet, amely önmagunk természetébe nyit kaput. Eltávolodhatunk ettől az otthontól. Teljesen szem előtt éveszthetjük. De elég egy erdei séta, hogy újra rátaláljunk. Hogy magunkhoz térjünk. Ehhez semmi más nem kell, csak csönd és érzékenység. Hagyni, hogy a természet kimossa belőlünk a városi zajt. Eljött az idő, amely megpróbálja a Börzsöny lakóit. Télen minden a túlélésről szól. A nagy fehérségben áttetsző lesz az erdő.
a legmélyebb csönd hónapjaiban a hegység tündértájává változik. Lassan kienged a fagy. Olvadás indul a hegyekben. A patakok jégpáncéljukat vesztve futnak a völgyek felé. Minden jel a tavasz felé mutat. A gyors hegyi vizek helyenként meglassulnak, és kisebb-nagyobb tavakká szelidülnek. Az égerlápok, láprétek, tavacskái kellemes találkahelyei egy itt élő, ritka kétéltűnek. A gyepi békák a telet az avar alatt, megdermedve vészelik át. De márciusban életre kelnek, és megindulnak a víz felé, ahol a nőstények kegyeiért folyik a harc. Persze a szerelem és a férfias lögdösődés közben sem árt az óvatosság. Az Afrikából csak nemrég hazatért fekete gólya nagyon éhes. A béka ünnep színhelye egy szempillantás alatt kihalt tóvá változik. A veszély elmúltával aztán mehet tovább a kollektív birkózás.
Igen ám, de kora tavasszal az éjszakák még hidegek. A gyepi békák tava reggelre gyakran befagy. Ilyenkor megdermednek a békapeték is. Ez azonban nem tesz kárt bennük. A napsütésre gyorsan enged a jég, békáink nagy örömére. Középhegységek peremvidékén, sziklafalakon és felhagyott kőbányák párkányain költ az az éjjeli ragadozó, amelytől körülbelül nyúl nagyságig minden állat retteg. Európa bagolyfajai közül ő a legtekintélyesebb. Ha leszáll az éj, hatalmas, világító narancssárga szemei elől nem bújhatnak el a madarak, sünök és patkányok. Az uhu a nappalt üregekben bokrok alatt szúnyókháva tölti. A madarászok úgy mondják, nappaloz. A nappali bóbiskolás persze nem teljesen zavartalan. Elég sok itt a látogató. Ők nem barátkozni jönnek. A kíváncsi szajkó csak megnézi magának ős ellenségét, azzal továbbáll. Néha jámbor növényevők pihennek meg a fészek fölötti hegygerincen. De van itt valódi veszély is. Az uhupára fölfigyeltek a mindent szemmel tartó hollók. Március elején járunk. Új éknál még nincs itt a költés ideje, de az óriás varjak ezt nem tudják. Tojásra éhesek. Abajgatják, ingerlik a baglyokat. Előbb a hímmadárnál próbálkoznak. A hollók most felfedezték a tojót a bokor alatt. Ő jóval nagyobb testű, tekintélyesebb a hímnél, de ő sem ússza meg a bátor hollók bosszantó érdeklődését. Elmúlt a veszély, lassan esteledik. Jön a vacsora idő. A tojó előmászik a bokor alól. Összenéz az uhupár. Nálad is minden rendben? Mehetünk enni?
Áprilisban a kisebb-nagyobb börzsönyi tavak környékén itt is, ott is öntelt tekintetű barna varangyok kapaszkodnak egymásba. Az első feladat elérni a vizet. Ez nem mindig egyszerű. Az üldözés gyakran már itt megindul. A hímeknek meg kell küzdeniük azért, hogy bekapcsolódhassanak az öröklét gyűrűjébe. Ketyeg tovább a természet nagy órája. Mire a varanynásznak vége, az úhutojó kotlani kezd. A fiókák rohamosan nőnek, étvágyuk határtalan. Néhány hetes korukban anyjuk már csak éjszakánként van velük. A szülői gondoskodás még kitart, de nincs messze az idő, amikor már egyedül kell boldogulniuk az életben. Ahogy a világ többi erdejéből, a börzsönyből is rég kihaltak a mitikus lények. Belőlünk haltak ki. A rengeteg vadállatai már nem abban a félelmetes, titokzatos sötétségben rejtőznek, amelyben hajdanán, amikor az ember még isteni lényként tisztelte őket. Akkoriban még az ember lakta helyek az ős természet óceánjának szigetei voltak csupán. Ma fordított a helyzet. De a természetre, vagy legalább annak illúziójára ma is nagy szükségünk van. Arra a szelíd bizonyosságra, hogy létezik tőlünk független valóság. És amikor a természetet védjük, magunkban e bizonyosság fölött őrködünk. Szerencsére a hajdani mitikus lények közül sok még ma is velünk él. Ezen a teliholdas tavaszi éjszakán a hegység patakjai éppen ilyen lények érkeztét várják. A hajnali szürkületben támadnak fel téli tetszhalálukból, és megindulnak. Feltűnő színük veszélyt jelez, bőrük ugyanis mérgező, testüket pedig nem fogja a tűz, legalábbis így hitték hosszú évszázadokon át.
Az alkimisták természetfeletti lénye, a foltos szalamandra a tűz szellemének és az örök életnek volt szimbóluma. A lassú folyású öblök most szülő otthonok. Olykor meg kell küzdeni a zuhatagokkal. Setes után úszni is kell néha. De végül mind megtalálják azt a sekély, partmenti szakaszt, ahol megszülhetik kicsinyeiket. A szalamandra ugyanis eleven szülő. A lárvák, amint világra jönnek, azonnal búvóhelyet keresnek a kövek alatt. Közben kivilágosodott. A szülők is visszahúzódnak rejtekükbe. Gondoskodtak a jövőről. A patak partján álló korhadt öreg bükkfán a fekete harkály munkájának nyoma. Legtermetesebb harkályunk innen nem messze foglalta el tavaly is jól bevált odúját. Az igen ritka fehér hátú harká is a közelben költ. A használható odúkért olykor elég nagy a tülekedés. A fekete harkály elhagyott odúit gyakran a kék galamb foglalja el. Széncinege keresgél az avarban, fészek anyag után kutat. Így tesz a megyvágó pár is. Nem is tudják, mekkora veszélyben vannak. Rókafiak nevelkednek a kotorékban. Otthonukat csak egy esővízmosta árok választja el a szomszédos róka család területétől.
A vörös rókák egymás birtokát kölcsönösen tiszteletben tartják. Kora délután van. Ilyenkor a déli pihenő után a kölyköket a rókavár fölötti bozótosba vezeti anyjuk, hadd ismerkedjenek a világgal. Előbb azonban tüzetesen körülkémlel. Úgy tűnik, tiszta a levegő. Mindig van valaki, akinek lassúbb a felfogása. Az árok fáinak lombkorona szintje is élettel teli. Nemrég repültek ki a holló fiókák. Szüleik távolról figyelik őket. A szomszédban a róka anya a vár előtt ejtőzik egyet. A gyerekek elkalandoztak valamerre. Legalább most van egy kis nyugalom. Nem sokáig. És a gondos anya elindul, hogy összeszedje kicsinyeit. Éles szemű vadászok ébredeznek egy májusi hajnalon. Nemrég érkeztek messzi telelőhelyeikről. A Börzsöny peremvidéke homok és löszfalainak ékessége a gyurgyalag. Repülő rovarokra specializálódott. A költőüregek előtt gyűjtögető kék fadongó most valahogy mégsem tűnt fel senkinek. A költőüregek elfoglalása néha csak harc árán sikerül. Ha megvan a kiválasztott lakóhely, akkor a költésig már csak egy feladat marad. A takarítás.
A magas börzsöny tömbje sok esőt kap. Ezen a júniusi reggelen is titokzatos pára felhőbe burkolózik. A nyár a rovarok tobzódásának évszaka. A Nemzeti Park címerállatát a hatalmas termetű havasi cincért bükkösök és gyertyános tölgyesek korhatfáin évek óta ott felejtett farakásokon találhatjuk meg. A hímek szaporodó helyeiket elszántan védelmezik. Álló naprazziáznak, nincs-e valahol egy betolakodó? Ha ilyenre bukkannak, jön a harc. Az ivar érett nőstényeket a bomlófa illata vonzza a találka helyekre. Ők élnek tovább. A júliusi peterakás idejére a hímek már mind elpusztulnak. A petékből kikelő lárvák 2-4 évig fejlődnek a fában. A hegység másik góliátja még szigorúbb küllemű bogár. Komoly kitimpáncél védi. Szarvai valóságos agancsok. Az ő lárvája 5 évig él a fában, mielőtt bebábozódik. A szarvasbogár élete is nagy részt véget ér a lárvakor elmúltával. A kifejlett bogár csak néhány hétig él. Ez alatt az idő alatt már nem kell táplálkoznia. Egyetlen feladata maradt, a faj fenntartás. A börzsöny sziklafalain költő néhány úhupárnak e ritka élőhelyeken egy nappali ragadozó madárral kell osztoznia. Valamikor az 50-es években kipusztult hazánkból a vándorsólyom. Hegyvidéki költőhelyeit kerecsen párok foglalták el. De a faj sorsa jóra fordult Európában. Sólymunk visszatért, és ma már erős állománya él nálunk. A madarak a zsákmányt ilyen tépőköveken fogyasztják el. Éppen egy kék galamb tévedt ide. Csak hogy jön a házigazda. A szülők a tépőkőre hordják kirepült kicsinyeiknek az elkapott galambot. A gyerekek hamarosan elhagyják szüleiket, de apjuk most még szemmel tartja őket.
A természetvédők a fiókákat minden évben meggyűrűzik, hogy még többet tudjunk meg arról, merre vándorol a vándorsólyom. Néhány száncsapásnyira a solymok birodalmától a sűrű bükkerdőben vadmacska kölykök nevelkednek. Szürkületkor előmerészkednek a faódúból, ahol születtek. Anyjukat keresik, és közben riadt tekintettel rácsodálkoznak a világra. Az anyamacska eközben az erdőszéli felhagyott lucernásban űzi a mezei pockokat. A gyurgyalak fiókák lassan felcseperedtek. Nincs már sok idejük rá, hogy izmaik megedződjenek. Szeptemberben nagy csapatokban vágnak neki a hosszú, kimerítő útnak, hogy jövő májusban majd újra várhassuk visszatértüket. Aki előtt nyitott könyv az erdő, az ismeri a közeledő ősz előjeleit. Ilyen, amikor megjelennek az imádkozó sáskák. Teljes kifejlődésükhöz nagy hőösszeg szükséges, így legkorábban augusztus táján pillanthatjuk meg imágóikat. Párzásuk is ekkor zajlik. A randevú előtt vagy után némelyik hím hátat fordít a nősténynek. Ez végzetes hiba. Végzetes hiba, de a faj szempontjából áldás. A peterakáshoz ugyanis a nősténynek szüksége van az energiabombára. De az ősz előjele az is, ha a borzok hízni kezdenek. Téli álmot nem alszanak ugyan, de némi zsírt tartalékolniuk kell a télre.
Az őzbakok pedig nyár végén suták után kezdenek szimatolni. Szeptember elején még zöld a börzsöny, de már fakóbb színekre vágyik. A táj szinte észrevétlenül adja át magát az ősznek. A növények és állatok öntudatlanul simulnak bele a természet időrendjébe. De a mindenben értelmet és célt kereső embert szédíti az évszakoknak, az élőlények születés és halálrendjének nagy körforgása. Üresnek érzi. Értelemmel, tervekkel, kultúrával próbálja kiegyenesíteni. Aztán egy szeptemberi hajnalon kimegy az ember az erdőre. A börzsöny tele van történetekkel. Ezek a történetek érintik, átfedik egymást, ölelkeznek. Évszázados bükkök, több száz éves hársfák tudnának mesélni erről. Ők is, ahogy minden élőlény, életükben és halálukban azt a nagy organizmust szolgálják, amit a tudósok ökoszisztémának neveznek. Ezek a vénséges fák egész életükben védelmet, otthont és táplálékot adnak. Lélegeztetik az erdő történeteit. Mesék életről és halálról szólnak. Itt a vadonban mindig ez a tétje mindennek. Itt folyton azt kell figyelni, hogyan éljük túl a mai napot, merre van élelem, honnan fenyegethet veszély. Thank you.
itt mindig mindent komolyan kell venni. Az állatok megindító komolysága azt üzeni nekünk, elkényelmesedett lényeknek, hogy a természetben folyton az életre megy ki a játék. Hogy az élet mindig a halál partjain zajlik, annak legszebb képe talán ősszel tárul elénk. Az őszi erdő szórja ránk az aranyat. Ha eléggé érzékenyen járjuk az őszi erdőt, gondolataink is fölragyognak. Az ősz a pillanatot megnyújtja bennünk. Emlékszünk még a nyárra, és tudjuk, hogy ez a színpompa a nyári topzódás szűrlete. De az ősz tudtunkra adja azt is, hogy közelít a tél. Ősszel már kevesebb szó is elég, de a táj még nem néma. És a melankolikus, megnyúlt időben végtelenül lelassul mindent.